Ebben a pillanatban elindult az idei Kincsenpark Kupa harmadik futama, akinek legjobban sikerült az indítása, hogy az várható is volt, az Apollo Creed, ő ment el vezetni, hibázó lovunk nincs. A második sorból pedig ragyogóan elindult, Anna megtalálta a rést és fölüget oda a második pozícióba, tehát neki tényleg nagyon jól sikerült az indítás, aztán követik őt többen is, ott van teljesen együtt az egész boly, ott van Zénó Bokó, aki szintén nagyon jól tudott elindulni, Vakarcsergés jó helyzetben van, illetőleg Aptamboy M, aki szintén a második sor ellenére jól el tudott jönni, aztán pedig Csikós követi őket. Ami az elejét illeti, Apollo Creed-del megfogja most egy kicsit az iramot, Takács Eszter Cseperke nem hiába, hiszen nagyon-nagyon sok van még hátra ebből a versenyből, aztán ott van mögötte Anna, illetőleg kívülről Vakarcs Ergé szaporázza ott jelen pillanatban a harmadik, negyedik pozícióban, bent a falon Zénó Bokó, ők egy picikét előrébb vannak, mint a többiek, úgymond az üldözők Csikóssal, illetőleg Zero Diezolóval. Nagyjából 1500 méter van még hátra a futamból, Apollo Creed diktálja a tempót, azért egy-két osz előnye folyamatosan van a többiekkel szemben, Anna jó startja után folyamatosan második, Anna mögött bent a falon Zénó Bokó, kívülről pedig jön a két istálótárs, előbb következik Vakarcs Ergi, aztán pedig az erősen favorizált Aptamboy M. Csikós is kimondott a jó helyzetben, a folytatásban Kelvin, illetve a zárkózó Csillagfényer, benne is azért nagyon-nagyon sokan bíztak. Ambellám a középmezőnyben, mögötte érkezőben Csip magad, visszacsúszik Zero Diezolo, illetve vezér, ők ketten zárják egyelőre a sort, egyre nehezebb helyzetben. Eléggé széthúzódott egyébként a mezőny, ez valószínűleg Apollo Creed iramának köszönhető, továbbra is az élen van egy olyan másfél hosszal Annát megelőzve, aztán ott kívül Vakarcs Ergé hátán pedig Aptamboy M, őt pedig, aki követi, az Csikós, aki nagyon jó versenyt látszik menni, Zénó Bokó pedig egy kicsit, mint hogyha biztatásra szorulna, próbál meg előre menni, Csillagfény R is sokat javított a helyzetén, ő is a középmezőnyben van, de tud majd onnan előre fele menni, Apollo Creed pedig mindeközben vezet, és aki nagyon-nagyon megindul, az Aptamboy M, illetőleg Csikós is ott elő láthatjuk, és Anna is még tudja tartani a jó pozícióját, akkor, amikor érkezünk lassan az utolsó kanyarra, bent a falon Apollo Creed, azonban előrébb van már Aptamboy M, illetőleg Csikós is nagyon jó helyzetben. Csikós nagyon jól jön, tulajdonosával hiba nélkül futva oszthatja a meglepetést, ott van egészen szorosan Aptamboy M mellett mögött, fárad Apollo Creed, jön a helyére Csillagfényer, Anna sem nagyon tud jönni, és a többiek sem őszintén szólva, az első három igencsak meglép. Aptamboy M vezet mellette, viszont Csikós továbbra és nagyon-nagyon jól jön Iván Zoltánnal. Csikós szinte csak sétál a vezetőló mellett, azért az utolsó 100 méterre még neki is kemény lehet. Csikós vagy Aptamboy M, Aptamboy M van belül, Csikós azonban most már előtte, picit nagyjából 20 méter még hátra van. Csikós vezet, és Csikós megnyeri az idei Kincsenpark Kupa harmadik futamát. Csikós Iván Zoltánnal a győztes. Aptamboy M mögött Csillagfényer lesz majd a harmadik, aztán jön a végén Zénó Bokó, és ott van Ambellám, valamint Csipked magad is viszonylag közel.